Böröndi Tamás emlékét sokan őrzik, és díj is őrzi, amelyet immár második alkalommal adtak át. Götz Anna, a Vidám Színpad művészeti vezetője van itt nálunk a stúdióban, van itt Szölöskei Tímea, aki a teátrumban megkapta ezt a díjat. Götz Anna férje volt Böröndi Tamás, és a koronavírus tragikuma az őket is elérte. Götz Anna pedig megalapította ezt a díjat azzal, hogy Böröndi Tamás szellemiségét leginkább őrző művészek megkaphassák ezt. Köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy itt vannak. Köszönjük. Mi az a szellemiség, amiről beszélt a díjalapítása kapcsolatban? A Vidám Színpad 2013-tól hosszú, nehéz, hontalan időszaka után végre egy állandó játszóhelyre került. Óbudán, a Bécsi úton egy bevásárlóközpontban, ami egy furcsa helyzet, de nagyon sok előnye is van, hiszen 2013-tól 7 éven keresztül Tamás fantasztikus erőbedobással és végtelen nagy szeretettel építgette ezt a színházat egy üres moziteremből, egy csodálatos színházterem épült fel 7 év alatt, és egy fantasztikus repertoár is, amit aztán sajnos kerékbe tört 2020 novemberében az ő vesztesége, és ezzel a veszteséggel együtt természetesen az én személyes érintettségemen túl a Vidám Színpad számára is egy nagyon nagy veszteség, hiszen egy fölépített repertoárban ő tulajdonképpen minden előadásban egy alap színésze volt, vezető színésze a Vidám Színpadnak, és én azt gondolom, hogy bár nagyon sokan súlykolják azt, hogy ebben a szakmában mindenki pótolható, azt gondolom, hogy az ő személyisége, az ő karaktere, amikre ezek az előadások föl voltak építve, nem gondolnám, hogy bárki más helyette most ezt játssza, ezeket a darabokat, és ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, menne tovább a Vidám Színpad. Érdekes módon akkor egybevágott a Covid-dal az is, hogy pont akkor zárt be a Volt Eurocenter, a számunkra játszóhelyet adó bevásárlóközpont, és 2 évig zárva volt. Úgyhogy volt idő egy kicsit ezt átgondolni, hogy hogyan tovább. Próbatermekben és egy-két fantasztikus ember támogatásával újra fölállítottuk hadrendbe sorainkat, és egy új repertoárt építettünk fel, és ma már nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy a szórakoztató műfajon, a vígjáték műfaján belül nagyon széles skálán mozog a repertoárunk, és egészen a gyerekektől az idősekig mindenki megtalálhatja magának azt a fajta szórakozást, amiben örömét leli. Nyilván ez az örökséghez hűnek kell lenni, méltónak kell lenni annak, aki a társulatban szerepel, és hát igen szép társulatuk van, jelentős nevekkel, és itt van a díj is, amelyről ugye még Götz Anna döntött az előző átadás során, most viszont az van, hogy a társulat dönti el. Titkos szavazása, hogy ki kapja meg, és így érdemelte ki Szölöskei Tímea. Igen, és ez nagyon-nagyon megható volt, és nagyon köszönöm nekik, hogy bizalmat szavaztak nekem, és idén én vehettem át ezt a díjat, mert az ember az élete során mindig tele van kételyekkel, kérdésekkel, hogy mind a magánéletben, mind pedig a szakmájával kapcsolatban. Jó, de amikor Törőcsik Mari jár, közben önér, az elég sok pecsétes papírra felér. Igen, de azt gondolom, hogy ez normális, hogy ezek a kételyek megvannak, hogy jó úton járok-e. És tényleg az, hogy a társulat ezt megszavazta nekem, illetve amikor kikerült az internetre ez a díj, hogy én kaptam, több száz gratulációt kaptam az interneten, telefonon, személyesen, és nekik is nagyon szeretném megköszönni, mert úgy néz ki, hogy ez az út, amin vagyok, ez jó. És azt hiszem, hogy Tamás is nagyon-nagyon büszke lenne arra, hogy Timi kapta ezt a díjat. Ugye tavaly alapítottam én ezt a díjat magánkezdeményezéssel, és idén úgy döntöttünk a társaimmal együtt, a kollégákkal együtt, hogy titkos szavazással fogjuk innentől kezdve kiválasztani aki ezt az elismerést kapja a csapatból minden évben, és azt gondolom, hogy
Tamás nagyon-nagyon büszke lenne Timire, hiszen ő többször mondta is neki, hogy amikor majd, ha egyszer neki színháza lesz, hiszen még előtte is nagyon sokat játszottak együtt, már a Vidám Színpad csapatával is. És betartotta az ígéret. És betartotta. Igen. Van-e valamilyen szempontrendszer a díj odaítélésekor, vagy gyerekek, mondjátok meg, hogy szerintetek ki érdemli meg a legjobban. Hogy a legjobb előadást számolt, hogy mikor volt legjobb, vagy pedig az általános, mondjuk az évad alatt, akár a közösségben való viselkedés, a kohézió, ami körülötte megteremtődik, tehát mik nyomnak a latba, vagy mik esnek labba? Én szerintem Tamásnál mindig legalább olyan fontos volt az emberség is, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy megbecsülje a háttérben dolgozó kollégáit is, de a színész partnereit ugyanígy. És én azt gondolom, hogy ahogy más díjaknál is, én is mindig valahogy egy kicsit értékesebbnek tartottam azt, amit nem föntről, vagy valahonnan hivatalosan kap egy színész egy megbecsülést, hanem... De azt adták. Tehát azt nem kapják, azt adták. Igen. Hanem a társai, akik nap mint nap vannak vele együtt a színpadon, és nem csak a színpadon, hanem a próba folyamatban is, és fontos az, hogy emberileg is megbecsüljék. Én borzasztó boldog voltam, hogy ez volt az eredmény, mert szívem szerint én is így döntöttem volna. Úgyhogy én szerintem ez az elismerés, ezért egy picit több is annál, hogy most valaki eldönti, hogy kikapja azt a díjat abban az évben. De Timinek olyan csodálatos alakításai is voltak, vannak a repertoárunkban, amire borzasztó büszke vagyok, és fantasztikus szerepekben, évekkel ezelőtt is, de most is, a mostani repertoárban is ragyogó alakításokkal örvendezteti meg a nézőközönséget. Szőlőskei Tíme is érezte annak a súlyát, hogy ez a társulat kezéből származik ez a díj? Hát hogy ne. És ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent, tényleg, és nagyon megtisztelő, hogy ők ezt így gondolják, hogy én vagyok méltó erre, és megpróbálok méltó lenni továbbiakban is. Szeretettel gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Sok sikert a munkájához, a színháznak a munkájához is. Götz Annának és Szőlőskei Tímeának köszönöm szépen ezt köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. A nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, illetve nem csak a nézőinknek, hanem a Spirit FM hallgatóinak is. Jövő héten is lesz majd start. Hétvégén, hogyha jó idő van, igyekezzenek minél több időt kint tölteni majd a szabadban. Itt van most már végre az ideje. Viszontlátásra!